Maros megye is csatlakozik az Örökségünk Őrei, fogadj örökbe egy műemléket programhoz. A fiataloknak szóló kezdeményezés célja a szórványban vagy interetnikus környezetben élő magyar közösségek identitás tudatának megőrzése és fejlesztése az épített örökség védelme által. Több mint 1000 műemlék található meg azon a listán, amelyből a középiskolás csapatok kiválasztják azokat a műemlékeket, amelyeket örökbe fogadnának. A program keretében több hónapig tanulmányozzák a fiatalok az általuk kiválasztott műemlékeket, amelyeket próbálnak visszakapcsolni a település kulturális életébe. A vetélkedőre november 12-ig várják a jelentkezőket, akiknek a munkáját szakmai zsűri fogja értékelni. 12 diák plusz egy tanár, ez az összetétele a csapatoknak. November 16-án meg fogjuk tartani az első sorsolást. Ez azért fontos, mert ebben az esetben kiderül az, hogy melyik csapatnak melyik műemlék az örökbe fogadott. Ez azért kell, mert hogyha esetleg több csapat ugyanazt szeretné örökbe fogadni, ezzel akkor az átfedéseket le tudjuk. Örökségünk Őrei fogadj örökbe egy műemléket program 5 évvel ezelőtt indult. Hegedűs Csilla, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, valamint Winkler Gyula Európa Parlamenti képviselő kezdeményezésére. Az azóta eltelt időszakban több mint 1500 diákot vontak be a műemlékvédelembe és a közösségépítésbe. Felhívták újra a figyelmet az értékeinkre, felhívták a figyelmet arra, hogy mi az, amit itt alkotott az erdélyi magyar közösség az elmúlt 1000 évben, és ezt a maguk kortárs, fantáziadús vagány eszközeivel mutatták be. Olyan Facebook page-ek születtek, olyan flashmobok, olyan slam poetry estek, amik nélkülük nem lettek volna. A program már több megyében sikeresen működik, a megyei vezetőségek, a múzeumok, illetve a tanfelügyelőségek egyaránt hasznosnak tartják a vetélkedőt. Erről a fiatalosabb, innovatívabb, kreatívabb oldaláról ezt a problémát még nem jártuk körül, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyenfajta megközelítés nagyon fontos, mert ez talán egy picit jobban előtérbe hozza, vagy kidomborítja ennek az egész tematikának a lényegét. A vetélkedő résztvevői helyi, megyei, majd egy székelyföldi fordulón vesznek részt. Több nyeremény is várja az érdeklődőket, a legnagyobb nyeremény egy utazás Brüsszelbe, amelyet Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselő ajánlott fel a legjobban teljesítő csapatnak.